Ebben a mostani videóban a magas vérnyomás gyors csökkentéséről lesz szó. Üdvözöllek itt Újhely Szabolcs Zoárt. Ha a jelen folyamatok fennállnak, előre láthatólag 2025-re a Föld lakosságának 25%-a lesz magas vérnyomásos, ami igencsak elgondolkodtató. Pláne azon érdemes elgondolkodni, hogy melyek azok az ételek, italok, amelyeket a világ összes országában nagy mennyiségben fogyasztanak az emberek, mert minden bizonnyal igencsak közük lehet ez a súlyos adathoz. Ha a vérnyomásunk folyamatosan magas, tehát ha megméred a nap során többször és mindig magas, vagy nagyon magas, akkor ez a rosszabbik eset, ilyenkor már valószínűleg az erek erőteljesen meg vannak merevedve, jelentősen csökkent a rugalmasságuk. Ha a nap során többször mért vérnyomás néha normális, de valamikor magas, akkor ez mindenképpen egy jobb helyzet, innen még könnyebben vissza lehet fordítani a folyamatot. A normális vérnyomás érték 120/80, a legkritikusabb, az életveszélyes állapot pedig 180/110 feletti. Ha a kezdeti időszakban csak az első értéked magas, vagy volt magas, tehát például 140/80, akkor valószínűleg a magas vérnyomásod összefüggésben van magas kortizol szinttel, tehát a stresszel. Ilyenkor megoldást jelentenek a stresszcsökkentő módszerek, például a nyugodt séták a természetben, a meditáció, a lazító pihentető gyakorlatok. Az első és legbiztosabb megoldás a vérnyomás csökkentéséhez, az a szénhidrátok visszaszorítása, jelentős csökkentése a táplálkozásunkban, illetve ezzel együtt az időszakos bőjtölés, a napi kevesebb szeli evés bevezetése, például csak 2 alkalommal étkezünk a nap során, délben és este, és az étkezések között nem nasizunk. A szénhidrátok megkötik a vizet a testünkben, tehát minél több szénhidrátot fogyasztasz, annál több lesz az eltárolt víz a testedben. A magas vérnyomásra felírt egyik legfőbb gyógyszercsoport a vízhajtók, tehát az orvosok is úgy kezelik a magas vérnyomást, hogy kihajtják a vizet a szervezetből, és vele együtt pedig a szénhidrátokat is. Mindezt megelőzheted, ha egyszerűen kevesebb szénhidrátot, főként finomított szénhidrátot viszel be. Cukor, kenyér, sütemények, chipsek, burgonya, fehér rizs, fagyi, csoki, pizza, tészták, stb. A másik probléma, hogy a finomított szénhidrátok hosszú távon hozzájárulnak a magas inzulin szinthez, ami inzulin rezisztenciát okoz, ez a metabolikus szindróma állapota. Az inzulin rezisztencia pedig legfőbb oka az erekben kialakuló gyulladásoknak, amelyek végső soron az LDL koleszterin oxidációjához vezetnek, ami pedig lerakódásokat és az erek megvastagodását eredményezi. A magas vérnyomásos esetek 90%-ának hátterében a metabolikus szindróma áll, tehát az inzulin rezisztencia, mely lassan alakul ki az éveken át tartó magas szénhidrátbevitel, a napi 3-nál többszöri étkezés és a mozgás szegény életmód hatására. Minden egyes alkalommal, amikor eszünk, legyen az főétkezés vagy valamilyen nassolás, az inzulin választ okoz a testben, tehát inzulin termelődik, és nem csak az édességek, a cukor, a szénhidrátok hatására, de minden étel okoz valamilyen mértékű inzulin választ. Ha naponta 3-nál több alkalommal eszünk, a nasolások is beletartoznak, úgy folyamatosan magas az inzulin szintje a vérünkben, és ez az évek során inzulin rezisztenciához, gyulladásokhoz, majd magas vérnyomáshoz vezet. Ha tehát folyamatosan eszel a nap során, például 3 főétkezés plusz 10 órai uzsonna, gyakorlatilag folyamatosan magas lesz az inzulin a szervezetedben, így a test nem tudja kijavítani az inzulin rezisztenciát. Az időszakos bőjtöléssel, napi egyszeri vagy kétszeri étkezéssel már néhány napon belül akár jelentős mértékben csökkentheted az inzulin rezisztencia mértékét, így a gyulladásokat és a magas vérnyomást. A második lépésben nézzük meg a 4 legfontosabb mikrotápanyagot, melyek szintje szintén minden magas vérnyomásos állapotban alacsony szokott lenni, és tudatos bevitelükkel javítani tudunk az állapoton már rövid időn belül. Ez a 4 mikrotápanyag a D-vitamin, a K2 vitamin, a kálium és a magnézium. A D-vitamin és a K2 valószínűleg a kálciumra való hatásukkal hatnak a szimpatikus idegrendszerre, és ezen keresztül csökkenhet a vérnyomás.
Mivel tartósan magas vérnyomás esetén meg vannak merevedve az erek az ott lerakódott kálcium miatt, a K2 segítségével átmozgathatjuk őket a csontokba. A kálium és a magnézium a két legfontosabb elem a testünknek, az izmainknak, az idegrendszerünknek a megnyugtatására. A kálium szintje a testünkben egyébként a legnagyobb mértékben a magas szénhidrát tartalmú ételek hatására csökken, cukor, gabona ételek, sütemények, fehér is. Amikor például alacsony a magnézium szintünk, az izmaink merevebbek lesznek, ami ugyancsak magas vérnyomást okoz. Itt szeretném a figyelmetbe ajánlani a Bioglan aktív magnéziumport, melynek napi adagja 375 mg magnéziumot és 300 mg káliumot tartalmaz. Kiválóan alkalmas a magnézium és a kálium pótlására. A káliumot kálium citrát formában tartalmazza, ami az egyik legjobban felszívódó kálium forma. Az ételek közül a legjobb magnézium és kálium források a zöldszínű zöldségek, mint brokkoli, káposzta, leveleske, kelbimbó és mások. A harmadik lépésben nézzük meg, melyik az öt legfontosabb gyógynövény, hatóanyag, illetve vegyület, amelyekkel a lehető leggyorsabban csökkenthetjük a vérnyomást. Először is a fokhagyma és a belőle készült kivonat, mely növelheti a szervezetünkben a nitrogénmonoxid szintet, ami pihentetőleg hat az erekre, illetve az erek tágulását idézi elő, így lehetővé téve a vér szabadabb áramlását. Készíthetünk fokhagyma kivonatot saját magunknak otthon házilag, több receptet is találsz az interneten, illetve étrendkiegészítőként is pótolható. A fokhagyma mellé érdemes Q10 koenzimet is szedni, mivel egymás hatásait felerősítik, gyulladás csökkentő erejük hatékonyabb lesz. A második a galagonya, melyet be tudunk vinni étrendkiegészítő tea formában, illetve galagonya virágporként is. A galagonya virága koncentráltan tartalmazza a galagonya hatóanyagait. A galagonya nagy előnye, hogy az egész szív- és érrendszerre pozitív hatást tud kifejteni, kifejezetten hasznos olyanoknak, akik cukorbetegek is egyben. Mérsékli az erek vastagodását, csökkenti a koleszterin szintet, a vérnyomást, és támogatja a szívizom működését is. A harmadik a hibiszkusz, latin nevén a hibiszkusz szabdarifa, melyet teaként, illetve belőle készült kivonatként alkalmazhatunk. Nagyon hatékony vérnyomás csökkentő. A hibiszkusz alkalmazása során figyeljünk oda, ha olyan vizelethajtó gyógyszereket is szedünk, amelyek hidroklorotiazidot tartalmaznak, mert hatással lehet a gyógyszerekre. A negyedik kiváló gyógynövényünk az olajfalevél, és annak kivonata, vagy az olajfalevél préslé, mely jelentős mértékben tudja csökkenteni a koleszterin szintet és a vérnyomást is, kiváló gyulladás csökkentő. Az olajfalevél ezen hatásaért a benne lévő oleuropein antioxidánsa felelős, melynek pihentető, tágító hatása van az erekre. Az ötödik pedig az omega-3, melynek pozitív hatásairól a szív- és érrendszerre több száz tanulmány és kutatás készült már. Az omega-3 zsírsavak csökkentik a triglicerid szintet, csökkentik a gyulladásokat az erekben, így végső soron a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyei. Az omega-3-ot bevihetjük halételek rendszeres fogyasztásával, illetve étrendkiegészítővel is. Fontos, hogy az omega-3-at mindig jó minőségű készítményekkel pótoljuk, halolajjal, krillolajjal, mert az olcsóbb készítmények általában többszörösen feldolgozottak, így hatásfokuk alacsonyabb lehet. Az életmódunkban is érdemes változásokat eszközölni, ez az utolsó, a negyedik nagy lépés. Először is a rendszeres testmozgás, főként a kardioedzések, futás, úszás azok, amelyek tudományosan igazoltan is csökkentik a metabolikus szindróma kialakulásának esélyeit, és ezzel a szív- és érrendszeri betegségek a magas vérnyomás kockázatát. Heti 2-3 futás 15-20 percen keresztül már rövid időn belül jelentős változás hozhat. A rendszeres séták a szabadban, a mély légző gyakorlatok, az olvasás és a nevetés is hozzá tud járulni a vérnyomás csökkentéséhez. Fontos természetesen a dohányzás abbahagyása is, mivel a benne lévő anyagok gyulladásokat okoznak az erekben. Lényeges az alkohol teljes elhagyása is, pláne ha a vérnyomásunk már kritikusan magas. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érint, akiket érdekelhet a téma. Kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra a magas vérnyomással kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokban, mert így ugye másoknak is
tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!